Szeretnéd sokáig fiatalon tartani bőrödet, akkor a napi ápolás mellett másra is figyelned kell. Hallgass meg a Femina szakértőjét, vesd be fiatalító tanácsait, és incs búcsút a ráncoknak. Íme a legjobb öregedésgátló ötletek. Azt érdemes tudni, hogy a bőrünk öregedése az körülbelül 25 éves kortól indul be. Tehát ugye 25 évesen még az ember azt gondolja, hogy hú, gyönyörű, fiatal vagyok, szép és semmi nem lehet, de sajnos az öregedés ilyenkor már megindul, tehát érdemes vele foglalkozni. Itt főleg azoknak, akiknek szárazabb a bőrük, illetve hát ezt örököltük, őnekik nagyon oda kell figyelni a hidratálásra. Ez kívülről és belülről egyaránt értendő. Tehát kívül is hidratáló krémeket, könnyű, lágy kis hidratáló krémeket még ilyen fiatalkorban, és belülről is a megfelelő folyadékmennyiség nagyon fontos. Nagyon oda kell figyelni ebben a korban a táplálkozásra, ugyanis a megfelelő táplálkozással nagyon szépen lehet késleltetni az öregedést, és hát a helyes életmódra. Itt gondolok arra, hogy szellemileg is, és testileg is egy aktív életmódot részesítsünk elénbe, tehát a sportolás, a helyes táplálkozás, a megfelelő hidratáció mindenféle szempontból nagyon fontos, és hát a káros szenvedélyektől mentes életmód. Ugye 25 éves korban nagyon szeretnek a fiatalok bulizni, és bizony az alkohol, a dohányzás nagyon nagy mértékben hozzájárul a bőr öregedéséhez. Mondhatom azt, hogy körülbelül a 40-45%-ban ez játszik közre. És a genetikai öröklődés az sokkal kisebb. Utána továbbá hozzájön még a környezet káros hatása, és hát természetesen az egészségi állapot úgy szintén. Tehát 25 éves korban igenis el kell kezdeni a bőr öregedését késleltetni, odafigyelni rá, könnyű, lágy, hidratáló krémekkel, ez a legfontosabb. Aztán a kor előre haladtával természetesen egyre erőteljesebb, intenzívebb hatású krémekre lesz majd szükség. Természetesen mindenféle krém nagyon jó, tehát én nem szeretem egy krémre se azt mondani, hogy ez jó, ez rossz, mert ez így nem igaz. Mindenkinek a bőrtípusának megfelelő krémet kell választani. Tehát például, ami az én bőrömnek tökéletesen megfelel, ez valószínű, hogy egy velem azonos korú, azonos életmódot élő nőnek már nem fog megfelelni, mert ő neki másak az elvárásai, másabb a bőrtípusa, tehát mindig mindenkinek egyénre szabottan, korának megfelelően a bőrtípusának és a bőr pillanatnyi állapotának megfelelő krémet kell választani. Ezt természetesen összeállíthatja a kozmetikus, megveheti, elkészítetheti gyógyszertárban, vehet késztermékeket üzletekben, lényeg az, hogy mindig ezeket figyelembe véve használja a krémet. Azért érdemes kozmetikus segítségét igénybe venni, mert hogyha rendszeresen jár az illető kozmetikushoz, akkor a kozmetikus ismeri legjobban a bőrét, tudja, hogy mire, hogy reagál, és akkor nagyon nagy segítséget tud abban nyújtani, illetve tud adni is krémet, hogy a legideálisabb legyen az ő számára, az ő bőrének. Ami nagyon fontos, amit külön kiemelnék, ez a C-vitamin. Ugyanis, ahogy öregszünk, tehát 25 éves kortól, mint említettem, ugye ez szép fokozatosan beindul, csak még nincsenek látható jelei, a C-vitamin mennyisége egyre kevesebb lesz. Ugye C-vitamint az emberi szervezet előállítani nem tudja, tehát ezt mindenféleképpen kívülről kell bevinni, viszont a C-vitamin nagyon fontos a kollagén rostoknak a képződésében és a regenerációjában. A kollagén és az elasztin rostok azok, amik a bőrnek a feszességét, a rugalmasságát, tehát a fiatalos külsejét adja. Például a bőrfehérjének a 70%-át teszi ki a kollagén, tehát így érthető, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy mennyiség, tehát nagyon kell rá figyelni és óvni. Tehát ezért szükséges az, hogy rengeteg C-vitamint bevigyünk, hogy ezt a kollagént szinten tudjuk tartani. Ezt a C-vitamint, hát ez belsőleg is kell adagolni, tehát táplálkozással vigyük be, esetleg szükség esetén táplálékkiegészítő formájában, illetve külsőleg krémek formájában is. Hát a mennyiségek nagyon eltérőek, ugye az egészségügyi határérték szerint azt hiszem 500 mg, ez nagyon kevés. Most már csinálnak egyes helyeken intenzív kúrákat, ahol akár 10 g, tehát nem milligram, 10 g, tehát nem tévesztettem el, mennyiséget is bevisznek naponta. Ezt kúraszerűen, és ezzel tulajdonképpen feltuningolják a bőrt, tehát fiatalossá teszik, rugalmassá teszik, hidratáltá teszik. De hát inkább maradjunk itt is az arany középútba, és akkor egy olyan 1000-2000 milligram mennyiséget minden nap rendszeresen szedjünk. A C-vitamin kívül még nagyon fontosak az antioxidánsok, tehát még a polifenolok, a szkvalén például, az
E-vitamin, tehát minden antioxidáns, ezeket szépségvitaminoknak is nevezzük, ezek azért, hogy a szabad gyököket közömbösítsék. Ugye az előbb, mint említettük már, a szabad gyökök nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a bőr öregedéséhez, tehát ezeket mindenféleképpen le kell kötni. Aztán a kor előre haladtával, ugye például ugye a 40-es években már az ösztrogén szint elkezd csökkenni a nőknél, ilyenkor például a növényekből kivont úgynevezett fitoösztrogén tartalmú krémeket kell előtérbe helyezni, hogy ezek már táplálják, illetve pótolják ezt, hiszen az ösztrogén szint csökkentésével a bőr úgy szintén elkezd gyorsabban öregedni. És hát ilyenkor már belép, hogy nem csak nappali, hanem éjszakai krémeket is használjunk. Ugye a nappali krémek mindig könnyebbek, lágyabbak, vizesebbek, az éjszakai krémek sokkal sűrűbbek, tartalmasabbak, zsírosabbak, táplálóbbak.